Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Na, sziasztok. A mai videóban egy... Nem terveztem igazán autós blogot, de autós blog lesz. Méghozzá teszteljük a magyar használt autók legalját. Mivel most egy másik kocsiban ülök, mint látjátok, egy Skoda Felicia kombiban, és ez egy ilyen tipikus 150 forintos kicsit lelakott autó, nagybátyám kocsia, mivel ebben több a benzin, mint a Peugeotban, ezért elviszem egy körre. Ugyanis ő vett egy másikat, én nekem pedig van egy kis potya benzinem most. Szupi! Mit kell tudni erről a kis tragacsról? Egy 1.3-as alulvezérelt nyomórudas motor van benne, ami lényegében egy az egyben ugyanaz, mint a 120-as Skodában, a régi faros Skodákban. Egész jól húz alulról, fönt egy picikét elfogy, tehát ez a magasabb forraszent tartója nem igen fekszik neki, bár ez lehetséges azért, mert elég rosszul volt tartva. Viszont előnyére mondjam, nagyon jó pakolható, tehát ez a hosszú kombiról van szó. Ha jól tudom, 68 lóerős, 50 kW-os. Remélem megmarad. Na! Miután lezuhant a kamerám, ott az, hogy 68 lóerő, 50 kW. Nem egy gyorsulási világbajnok. Szóval most én leszek a kalaptalan Skodás úrvezető, aki szépen elgurul a piacra. Remélem még egyszer nem fog leesni a kamera. Szóval, a kocsiról annyit, hogy érzetre viszonylag egyben van, tehát jónak tűnik. Az viszont biztos, hogy a hátsó lengés alapítói tönkrementek. Tehát az így érezni rajta menet közben mindenki, hogy nagyon táncol a hátulja. Van rajta némi rozsda, de mivel garázsban volt tartva, ezért nem annyira feltűnő helyem. 127 000 km van benne, mivel nagybátyám nem nagyon ment vele. Ami sajnos magával mondta azt, hogy nem is volt nagyon karban tartva. Tehát ez a kocsi ez csak így volt. Úgyhogy a gumik eléggé rossz állapotban vannak. Mondtam is neki, hogy kap rá egy garnitúra gumit, aztán úgy adja el, mert ez egy elég tré. Mert Peugeotról van egy-két olyan garnitúrám, ami már felesleges. Úgyhogy azt megkapja. De amúgy nem egy rossz motor, tehát van egy érdekes motorhangja, tehát egy ilyen, talán vele is hallatszik majd a morajlás. Tehát ennek a nyomorúdos motor mi voltából fakadóan nem veszi az ötöst. Na. 3-4. Bevette. Jó van. Hát nem tudom, egy kicsikét néha akadozik a váltója, de ezt nem róljuk föl neki. Ahogy egész jól megy, tehát egy ilyen fél percen belül elérjük a 100-as tempót. Nagyon egy kicsit túlzás volt, de valóban nem egy gyorsulási világbajnok. Úgyhogy annyi nagy előnye van ennek a kocsinak, meg úgy alapból ezek a hosszú gombiknak, hogy rengeteg hely van pedig, ott pakolható az egész hátulja, tehát hatalmas. Mondjuk, hogy 3 hullás csomagtartója van, ha lehajtjuk az üléseket, akkor legalább 5 hullás. Viszont a teljesítménye, hát ez nem az igazi, meg hogyha picikét kevesebb autó lesz körülöttem, akkor nem tudom, mennyire látni fogjátok, hogy mennyire fog beimbolyogni az egész autó. Az eleje az még úgy, ahogy rendben van, az első futómű, jaj, de viszketi valami az orvat. Az első futómű az úgy, ahogy még tartja a frontot, hátul viszont a lengéslapítók már feladták. Maga a futómű elemekkel nincsen probléma, motorikusan igazából teljesen rendben van a kocsi. Ahhoz képest, hogy nem igazán volt rá nagyon költve, meg nem volt letörődve. Úgyhogy szerintem egy egész elnyűhetetlen kis masina. Nekem is tetszik egyébként, csak most, mint láttátok a teaser videóban, vettem a nyakamon egy hatalmas nagy gondot, úgyhogy szerintem azt most én így magamnak elleszek vele egy darabig. Tudjátok, ha nincs gond, akkor csinálunk, nem probléma. Úgyhogy
Egyelőre ezzel a kis autóval gurigázok. Mint a magyar használható használható piac legaljával. Úgy eladó sorba fog kerülni a gép. Lehet, hogy találkozni is fogtok vele a Hahun vagy valahol. Egyébként nem egy rossz kocsi, tehát hogyha most valaki megvenné, én azt mondom, hogy nem tudom, egy százas kéne rákölteni, és akkor teljesen tökéletes autó lenne belőle. Tehát kéne neki egy hatalmas nagy takarítás első körben. Új féktárcsák előre, fékdobokat meg kell nézni, milyen hátul, szerintem elég lenne neki felszabályoztatni. De az nem túl nagy összeg, tehát ez egy 3000 forintos tétel. Fékbetétek előre, fékpofák hátra. Aztán szuper, egy garnitúra gumi, az mindenképpen, mert nincs a téli gumit tudok adni rá. Meg, hát nem is tudom, hátul a sárvédő íveket kell kijavítani. Mind a kettő javító ívvel, tehát a maga a kocsi alja, a nyúlványok, a elől a, hát ugye az a felfelé ívelő nyúlványok, nem tudom, Trabant hatyúnyoknak hívják itt, nem tudom, rugótornyok, meg minden. Abszolút nem rozsdásodik. Tehát ugye garázsban volt a kocsi elég sokat, meg alig ment tulajdonképpen. Úgyhogy futóművet én nem érzem, hogy szilentek ellenének kopva benne, meg vagy előregedve, szerintem nincsen semmi bajuk, már így érzetre. A fék is jó benne, a váltó azért kapcsol szerintem nehezen, mert egy váltó olajcserét megérdemelne, de amúgy viszont finom, pontos, tehát valószínűleg nem melegedett be az olaj teljesen. Most már biztos, de akkor éppen amikor szenvedtem vele, akkor nem. Légzsák nincs, elektronika nincs, elektromos ablak nincs, de van motorja, négy kereke. Mi kell még egy autóba? És jó nagy csomagtartója. Igazából egy egész praktikus autó inkább, mint szerintem egyébként viszonylag szép is. Elmondom, hogy a kedvenc formám, de határozottan egy jó formája van. Szerintem ez egy 93-as 5-ös autó, nem tudom, körülbelül akkori. Hát szerintem a korabeli Volkswagen Polónál egy fokkal jobban néz ki. Hallani egy picit a lánccsörgés, valamint a csörgés szerűséget, de ez normális, mert van egy barátom, akinek egy Fabia 1.4 MPI-je van, ami szintén erre a motorra épült, erre a régi öntött vas Skoda blokkra, és neki is elég erőteljesen hallani a lánccsörgést. Lassan majd itt vagyunk Szombathelyen, gurigázok a piacra. Nem igazán akartam semmit sem venni, mert annyi cuccom van, amit még be is lehetne mutatni, hogy az valami hihetetlen. Meg így is szanálom a cuccaimat, mert nem férek el. Meg picit le is akarom redukálni, hogy amire oda kerülök, hogy albérlet, meg elköltözés, meg ilyenek, addigra ne legyen már annyi elfekvő cuccom. Hát ilyenre kell gondolni, hogy bontott alkatrészek, elektronikai cuccok, amiket nem fogok használni az elkövetkezendő egy-másfél évben. Úgyhogy ezeket kiszórtam, meg most egyelőre a motor, ami nagyon téma, öngyilkos biciklis. Tehát fogjuk a kis MZ-t, ami a Dédi Papa MZ-je volt, mint ahogy láttátok a teaserben, ott volt a garázsban, hát 30 éve nem volt megmozdítva, úgy képzeljétek el, azt ott lerakták, azt a motort hasra, kereken nélkül, az első kereken nélkül, és ott volt. Tehát azt ott senki nem bolygatta, senki nem piszkálta. Úgyhogy egy igazi, mondjuk, láttatok amerikai filmek, ezekben az autófelújítós filmekben elviszedik ilyen pajtákból, meg mindenhonnan a cuccokat. Na, ez pont olyan volt. Tehát úgy képzeljétek el, a motor alól a földből került elő egy ilyen, az egyes eke, amit még lóvontatta eke, kerekeivel, mindennel. Úgyhogy annyira volt oda elásva szinte szegény motor. Viszont egyben van, és megnézte egy-két hozzáértő ismerősöm, mivel annyira nem vagyok motorszakértő, meg van olyan ismerősöm, aki nem egy trofit újtott már föl. Úgyhogy azt mondta, hogy egy igazi kincset találtam, ami lehetséges is, meg hát igaz is, mert abban a motorban nincsen 6000 km,
5914 kilométer van benne. Ami szerintem abszolút nulla, szinte bejáratták a motort. Nem is nagyon volt használva, meg volt egy balesete is, de hál' Isten akkor rendbe rakták. Tehát elkaptak vele egy Trabantot, szerintem a Trabantban nagyobb kár keletkezett, mint a motorba. Mi az Isten csavarja itt az orromat ebben a rohadt autóban? Egyébként... Lehet, hogy csak por, egy kicsit baj, egy kis allergiám, de... Lehet, hogy csak a por zavar ennyire. Okay, itt már a városon belül lámpa. Úgyhogy igen, én nagyon izgatott vagyok, már nézem az alkatrészeket, számolom a költségeket. A biztos, hogy tisztoros gyújtást fog kapni, illetve normális elektromos feszültség elosztót, tehát ez nem ezt a diódás, meg mindenféle fotótekeretős gyári vackot. Az a terv vele, hogy ebből a 40 éves motorból egy napi használatra alkalmas gépet hozzunk össze. És nekem ez egy ilyen, hát nem is munkahajáros, de olyan legyen, az lehet az a cél, hogy ne kelljen éjjel-nappal szerelni, egyszer meg kell csinálni jól, megkapja a legjobb alkatrészeket, amiket lehet, és csak berúgom és megy. Tudom, hogy ez eléggé érdekes cél egy 45 éves, 46 éves gépnél, de szerintem nem elérhetetlen, mivel maga a motor szinte új, és törődést igényel, meg az összes kopó, gumi, egyéb alkatrészt kell cserélni. Na, én közben megérkeztem, aztán majd folytatom visszafelé. Csapó 2. Na, szóval nem onnan jöttem ki, ahol megálltam, ugyanis volt egy kis problémám a yarddal, de tök normálisak volt, tehát kaptam egy parkolási bírságot, csak egy cetli volt, hogy rossz helyen parkol, takarodjon az útból, meg mellesleg fizessen is. Nem volt rajta összeg, mert hogy hova kell fizetni, én meg soha nem voltam én megbírságolva a parkolásért. Most is csak azért, mert véletlenül a tábla rossz oldalára álltam meg. Na mindegy. És hát egyszerűen megbírságoltak. Oda mentem a yardhoz, hogy jó napot kívánok. A cetlin nincsen semmilyen jelzés, hogy hol kéne befizetnem, vagy mit kéne befizetnem. Azt mondják, várják, még lerendezik ezt az urat. A pampogot nekik egy idősebb emberke. És akkor majd megbeszéljük. Hát mondom, jó van, vártam egy 10 percet. Azt mondják, hogy hogy mivel normális volt, és már odajött, és nem pampogtam, ezért figyelmeztetésben részesítenek. Tök jó, egyébként tök korrekt volt mind a két rendőr. Nagyon ritkán találkozok értelmes rendőrökkel, mondjuk rendőrökkel is, de az értelmes rendőr is nagyon ritka. Úgyhogy max respect a rendőrségnek, teljesen normálisak voltak, lekérték az adataimat, elkérték a forgalmit, nem volt probléma, rutin ellenőrzés volt. Na mindegy, ott hagytuk abba, hogy motor és autó és egyéb. Tehát a 100.000 fontos használható teszt, amit most éppen végzek, mert ebben van több benzin, mint a Peugeot-ba. Ez egész jól halad. Egész jó a kis kocsi, nincs vele semmi probléma. Dülöngél, himbálózik, mert vagy Isten, de mi az Isten zavarja az orromat? Itt egyenest megyünk, a bicikli is nem elütve. Tehát szépen tesztelgetem ezt a kis kocsit. Nem egy rossz autó, egyébként nagyon szépen alacsony fordulatról megy, de elvileg jó kéne húzni a 2500 fölött is, ami sajnos nem igaz. Ezt bele tudni annak, hogy 10x évig elhanyagolták, és nem volt igazán figyelve rá. De hát, Istenem, igazából ha azt veszük, az összes magyar használható, amit 100 forint környékén, 150 környéken árulnak, az mind ilyen. Az összes. Itt most nem akarom elüttetni magamat se, úgy. Az összes autó ilyen, úgyhogy ezt nem lehet neki felrólni, ahhoz kell, hogy kevés rozsda van rajta, tehát nem a szétrohadt kategória, csak egyszerűen a lelakott kategória. Egy picit sajnos le van lakva szegényke, de abszolút menthető. Egyik haverom, aki ilyen nagyon skodamániákus, már majdnem megvette, tehát így elkezdett morfodírozni azon, hogy most akkor megvegye, vagy ne vegye. Ott a mellette a barátnője azt, hogy megmondta, hogy nem,
még egy szart nem veszel film, és ez így is van. Nálunk is, mivel egyébként a barátnőm az azért keményen kordában tart ilyen szinten. De ez nem is probléma, mert így is már az a bajom, hogy rengeteg a kacat a műhelyben is, meg otthon is, meg ugyanúgy is. Úgyhogy ideje lesz szanálni, hogy ami még használható, azt eladom. Ami nem használható, azt megkidobom. Vagy nem fog használni. Teszem azt egy éves tábladon belül. Azt mind kiszórom a rosszabbe. Mert most kell a helye motornak. Meg különben is, hogyha el akarok otthonról költözni albérletbe, muszáj kiszanálnom a cuccomat, és csak a legjobbát megtartani. Nem baj egyébként, most így is elég nagy változás áll az életembe. Akkor változtassunk nagyot, ha már egyszer változtatunk. Úgyhogy szerintem ez teljesen rendben lesz. Addig is. A motorról, hát igaz, feladtam egy teasert, igaz, aztán tegnap éjjel 12-kor összedobtam valamit, mert egyébként megígértem, hogy tegnap valamit rakok föl. Gyerekek, olyan orbitálisan fos az otthoni internetünk, én most hétfőn intézkedni fogok, hogy valamit csináljanak, mert egy 17 megás videó, a 15 másodperces 17 megás MP4 fájl. Tippelj, mert mennyi idő alatt rakta föl a netre? Tippeljetek. Na, tippeljetek? Oké. Okay. Aki azt mondta, hogy 15 perc, az eltalálta. Tehát másodpercenként egy perc. Igen. Hiába, ugye a városokban, nagyobb helyeken, városokban igen, fejlesztik ezeket a hálózatokat, de kis falvakban, idézőjével kis falvakban, ott nem éri meg. Tehát nálunk az 5 megabites net az a átlag csúcs. Tehát ilyen, nem tudom, tehát ilyen 2-3 megabittel szokott jönni. 5-8 megabit a csúcs. A 8 csak egyszer volt, amikor mértem. Úgyhogy szerintem fos az egész. Holott már 60 megás netek is tök olcsón vannak. Csak hát nem ott, ahol én lakom, mert ott a kábel nem bírja el. Egyszerűen esténként, amikor mindenki azon lóg, akkor nincs az Isten, aki tud netezni, tehát így igazából hajnalban lehet föltölteni a videókat, meg ilyeneket is, tehát tök kellemetlen. Eddig mindig az volt, hogy vártam a kollégiumig, visszamentem kollégiumba, és akkor ott föllőttem őket 60 megás nettel, egy 3 gigás videó, mit tudom én, az egy fél órás, 3 órás videó, az fölment, teszem azt 25-30 perc alatt, simán, úgyhogy abszolút fasza, de hát ez így szopás sajnos. Azt szerintem ez egy kis rosszul áll ez a kamera, hogy itt már nem lesz annyi napsütés benne. Úgyhogy én lassan már hazaérek, kilométer kettő. Aztán leadom nagybátyámnak a kocsit. Aztán vissza a Peugeot-hoz, ebben ma is kifogyasztottam majdnem a benzint. Ennyi kellett. Nem egy rossz kocsi egyébként, most ha valakinek kell egy jó pakolható, megbízható, nem túl nagy teljesítmény, olyan, ami gurul, megáll, elmegy A-ból B-be, 90-es tempóval, arra tökéletes, de igazából másra nem. Hát egy olcsó, megy, megáll, semmi respektje nincsen, minek. Viszont belefél a kapálógép és a cefrés hordók. Megfelelő prioritások mellett tudjátok, hogy van ez. Ha tetszett ez a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a Facebook oldalon, ezt megtaláljátok mindig a leírásban a Facebookkal és a blog.us oldalon, amire még mindig nem tettem föl semmit, pedig már kéne. Úgyhogy lájkoljátok a Facebook oldalamat is, és ott majd kaptok képeket az MZ-ről, illetve kaptok még egyéb projektes képeket, tehát fönn van olyan is, amit videóban nem csinálok meg, meg a blogon is fönn lesz. Úgyhogy én örülök, hogy ezt csinálhatom, és örülök, hogy egyre jobban így gyarapszik a nézőtábort, mert nem olyan téma, amit ilyen abszolút, hogyan mondjam, tehát ami mindenkit érdekel, de azt hiszem egy ilyen techmániás videoblog az igen csak elfér a magyar interwebre, mert ilyenből kevés van, úgyhogy mi az Isten nyikorog itt? Fűtőventilátor nyikorog. Tehát akkor lájkoljátok a Facebook oldalamat, iratkozzatok fel erre a csatornára, nézzétek a videókat, hogyha tetszik,
aztán én igyekszek egyre értelmesebb tartalmat gyártani. Kamerát mostanában nem fogok venni, mert ott a motor, amit föl kéne újítani, és nekem a sokkal fontosabb, mégiscsak Diddy Popinak a motorja volt. Azt majd elmondom a sztoriát, úgyhogy sziasztok!